Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Itt megkésve Seres Attila, úgyhogy most gyorsabban fogunk beszélni, mint bárkor a média mogul. Szia Attila! Volt egy világhírű könyve, aminek az volt a címe, hogy Háború és béke. Most nem húzom az időt, hogy ki a szerző és a részleteket belőle, de vajon a Közel-Keleten most háború lesz, vagy béke? Mert úgy tűnik, hogy amerikai nyomás ellenére a Hamász nem adja föl, sőt újabb fronton támadják Izraelt. Mit tudsz te mindenről? Hamász nyilvánvalóan nem fogja föladni. Főleg most nem, amikor győzelemre áll, akár tetszik, akár nem. Nem tudom, az izraeli politikai vezetés szerintem teljes tévedésben van. Amikor ha nem megy erővel, majd megy több erővel politikáját folytatja. Tehát ennél jobb pozícióban Hamász soha nem volt. Kétségbelül, hogy sok Hamász tagot megöltek, de először is az egész világ a palesztin államnak a megalakításán munkálkodik. Meg az elfogadásáról beszél, tehát olyan dolgokról, amikről a Hamász terror akciója előtt már évek óta szó se volt. Az egész világ Izraelnek hát ennyi szóval közömbös és részvétlen, a palesztin részvétlen eltúzottnak vélt katonai lépéseiről beszél, tehát azt gondolom, hogy a Hamásznak ez ágába sincs feladni, a vezetői teljes biztonságban vannak külföldön, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon, hát én azt gondolom, hogy október 7-éhez képest még messzebb is van a Hamásznak az összeomlása, mint ami akkor volt. És ami talán még nagyobb baj, az az Izraelben is egyre erősödő háborús pszichózis, amelyik a Hezbollával való konfliktusnak a kirobbanásához vezethet, akár órákon, napokon, heteken belül. Nagyon úgy tűnik, hogy Izraelben bizonyos politikai erők úgy érzik, hogy ha a Hamásszal már nem sikerült leszámolni, de akkor majd a Hezbollánál fognak valamilyen katonai sikereket elérni. Én ezt megmondom, hogy nagyon aggódom szerintem ez a szakadék széle. Ezek nagyon súlyos stratégiai hibáknak és vakságnak tűnnek. Ugyanakkor vasárnap Magyarországon és szerte Európában helyhatóság és Európai Uniós választások lesznek. Mennyiben befolyásolhatja a háborút vagy a békét a harmadik világháborút ez? A német kancellár ugyan napokkal ezelőtt még háborúpárti volt, de tegnap a kora esti órákban már azt nyilatkozta, hogy mindent megtesz azért, hogy egyetlen német katona se keveredjen háborúba sehol a világon. És lehet, hogy többen is őt fogják követni. Mi erről a véleményed? Erről az a véleményem, hogy itt most megy a politikai retorika, tehát ezek egyelőre még a keménykedésnek, tehát ez a húz meg, erez meg politikai helyezkedésnek a részei. Remélem, hogy még nincsen eldöntve az, hogy Nyugat-Európa és vagy a NATO belép az ukrajnai háborúba. És mondom, hogy ezek csak ilyen retorikai keménykedések, mert ugye egyik nap azt halljuk, hogy csapatokat kell küldeni, a másiknak meg azt halljuk, hogy nem, szó sincs róla, de hát hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, amikor nem is olyan messze, talán két évvel ezelőtt még ugyanez a német kormány azt mondta, hogy maximum sisakokat fog küldeni, de fegyvereket soha, most meg már azt is engedélyezte, hogy a német fegyverekkel orosz területen mérjenek csapást. Ezért igazából semmi se kizárható. Tehát
Tehát itt nem lehet jósolni, én azt hiszem, hogy nincsenek még eldöntve a dolgok, tehát ezek ilyen retorikai kísérletek arra, hogy megpróbálják provokálni az oroszokat, hogy vajon mit lépnek erre, és megpróbálják kitapintani azokat a határokat, ameddig lehet feszíteni az oroszoknak. Na, de időközben az emberek egyre idegesebbek, feszültebbek lesznek, és ezekben a feszült helyzetekben könnyen megbetegednek, és hagyd ne soroljam tovább, milyen következményei lehetnek. Mondjuk... A háborús pszichózis az mindig árt az egészségnek, mert az a társadalom tagjainak a szorongás érzetét erősíti, a biztonság érzetét csökkenti. És akkor már is egy aktuális hírt közlök veled. Ezekben a pillanatokban derült ki, a magyar kormány úgy döntött, hogy Vitéz javára visszalépett Szentkirályi Alexandra főpolgármester jelölt asszony. Hát akkor ezzel is tulajdonképpen a háborús pszichózison könnyítettünk egy kicsit, nem? Azt azért nem hinném, hogy a magyar kormány döntött ezt, hogy jól értettem, akkor Szentkirályi Alexandra döntötte. De Szentkirályi Alexandra a kormánypártnak a jelöltje, és egy jelölt az... De nem a kormányé, Péter, pontosan kell fogalmazni. Hát a magyar kormány nem döntött arról, hogy a Fidesznek a jelöltje visszalép, vagy nem lép vissza. A pártja döntetett róla. Jó, igen, fogalmazzuk pontosan. Vajon veszély, megvan-e annak a veszélye, hogy az újkori zsidó államba ez a háborús pszichózis tulajdonképpen a végén egy polgárháborúba menjen át? Vagy ez már enyhe költői túlzás? Hát az igazság, hogy szerintem izraeli polgárháborúnak, tehát a zsidók közötti összecsapásnak, hát rég volt ilyen kicsi a valószínűsége, mint most. Hát ez az egész történet, amiről most beszélünk, ez Izraelnek a létéről szól. Izrael létezésére megy ki, tehát itt már tényleg független attól, hogy ki mit gondol demokráciáról, meg liberális szabadságokról, meg a transzoknak a jogairól, meg az alkotmányról. Itt az országnak, a nemzetnek a túléléséről van szó, tehát akármi is történik a jelenlegi szituációban, azt gondolom az izraeli társadalom összezár. Ezzel együtt vannak tüntetések, vannak feszültségek, tehát a feszültségek továbbra is megmaradnak. A feszültség egy kicsit oldódott két napja, amikor az 57 éve újraegyesített Capital of the World, a világ fővárosáról volt szó, Jeruzsálemről, hisz 57 évvel ezelőtt szabadították föl és újraegyesítették Izrael fővárosát, Jeruzsálemet. Ez sem teljesen pontos, mert az igaz, hogy 57 évvel ezelőtt szabadították föl, de az nem igaz, hogy 57 évvel ezelőtt egyesítették, ugyanis Jeruzsálemnek a jogi egyesítése az 1980-ban a jeruzsálemi törvénnyel történt meg. Egészen addig Kelet-Jeruzsálemnek a kértése az megszállt területnek minősült, ezt csak a pontosítás kedvéért mondom, hogy 44 éve egyesítették Jeruzsálemet, az örök várost, és hát ugye azóta is a vitáknak a keresztüzében áll. És 76 nyelven hívják a várost, és mindenkinek összeszorul a szíve azért, ha arról van szó. Bízunk benne, hogy csak nem lesz itt világháború, legalábbis nem itt nálunk, ha bár nem tudom, hogy lehet ebből kimaradni. Hát a jövő hétig mindenképpen próbáljuk meg kihúzni. Azt gondolom, az izraeli helyzet az hogy mondjam, lokálisabb. Tehát ott most helybe kell valamilyen szinten elmozdulni a dolgoknak. Jelenleg ebben a pillanatban erre a hétre szerintem nem várható világháborús eszkaláció, ami nyilvánvalóan mindenképpen iráni-izraeli összeütközést jelentene, de hogy a NATO, meg Európai, meg az Európai Unió ezzel az ukrán-orosz konfliktussal mit fog kezdeni, hát abba
abban ne bocsátkozzunk jóslásról. Hát igen, mert a NATO főtitkára időnként mást mond. Most legutoljára minden esetre azt mondta, hogy NATO beavatkozásról szó sincs, de előtte pár nappal meg valami egész másról volt szó. Hát igen, de meg most azt hiszem az újraválasztás küzdelmének most júniusban esedékes, tehát ez a retorikai adok-kapok, tehát egyébként az európai választások is meghatározzák, például a németek, hogy mit mondanak. Hát azért mondom, hogy nagyon nehéz eligazodni ebbe a retorikai káoszba, és bízom benne, hogy most, hogy lemennek az európai választások, talán egy kicsit tisztul a kép. De azért még hátra vannak az amerikai választások is. És azért azok is befolyásolják a világhelyzetét, nem? Mindenről természetesen hétfőn új műsorvezetője lesz több, mint valószínűleg a világ zsidó szemmel, műsornak Seres Attila személyében, de erről nem most fogunk megállapodni itt élő adásban. Minden esetre a hétfői műsort már ő vezeti. Legyen önöknek nagyon szép Shabbat Shalomjuk, fogadják szeretettel műsorainkat, és próbálják betartani ezen a héten is, meg jövő héten is a szombatot, és talán akkor megérkezik a mesiás, nem politikai mesiásokról gondolok, hanem valami egész másról. Köszönöm, hogy egész héten minket választottak, a hétvégén is legyenek velünk. Shabbat Shalom!